Nyitott könyv legyél az embereknek. Én nem akarok nyitott könyv lenni az embereknek. Mi akarsz lenni? Csukott könyv. Egy sajtótájékoztatón vagyunk, amit én úgy nagy többségében ilyen ásványvizes anyagoknak szoktam hívni, mert hogy egy sajtótájékoztatón van az, hogy ül kint a pulpitosan pár ember, előttük ásványvíz, és akkor vágóképnél az ásványvizek különböző formáját veszük föl. Mezőmisivel is egy ilyen környezetben találkoztunk, aki a Voice mentora, és ő azt mondta, hogy ő nem szeretne nyitott könyv lenni. Jó, maradj Misi csukott. Ilyen korán iszol már? Jó. Hát nekem nincs időszakhoz kötve, hogy mikor iszok. Mikor kedvem van, vagy úgy érzem, hogy kívánja a szervezetem, akkor megiszok egy sört, vagy egy pohár bort. Tök mindegy, hogy délelőtt van, vagy dél, vagy este. Hát teljesen mindegy. Mi volt a legdurvább részegélményed egyébként, amikor érezted, hogy már nem kellett volna azt az utolsó poharat meginni? Ilyen még soha nem volt. Mindig tudom, hogy hol az elég. Ez nagyon fontos egy embernek megtanulni, hogy tudd azt, hogy ha még ezt a sört megiszom, akkor már beszélni nem tudok. Most már megtanultam így 34 évesen, hogy mi az az utolsó mennyiség, amit még bevállalhatok. Hogy érzed magad a showbiznisz kert kapujában? Hát nézd! Show business. Hát úgy értve az országos bohóckodás, már úgy értve, hogy jó értelembe vett. A sors elém dobott egy lehetőséget, és így 34 évesen úgy gondoltam, hogy élek vele. Ilyen egyszerű. Saját magamat akartam ezzel feladat elé állítani, és szeretném magam kipróbálni. Én vonzott ez az egész. Azt még nem tudom, hisz nem vagyok jós, hogy jól döntöttem, vagy nem döntöttem jól, meg fogom bánni, vagy nem fogom megbánni. Élvezem ezzel a három őrült emberrel a munkát. Nagyon jól kiegészítjük egymást. Majd meglátjuk, hogy fog ez elsülni. El tudod azt képzelni, hogy majd fotósok követnek, hogy vajon milyen csaj száll be melléd a kocsiba adás után? El tudod azt képzelni, hogy az lesz a fontos, hogy éppen hol, kivel és miért vagy együtt? Hát így nem tudom elképzelni, már biztos, hogy lesz ilyen dolog, de ez engem nem érdekel. Nem a csillogás, meg a mindenféle őrület miatt vállaltam ezt a dolgot. Engem ez a része nem érdekel. Biztos lesznek emberek, akik fontosnak tartják, hogy a koncert végén kivel beszélgetek, vagy a koncert előtt kivel beszélgetek, vagy hogy hol veszem meg a alsóneműmet, meg stb. De ez nekem ez a szar része ennek a történetnek, hogy nyitott könyv legyél az embereknek. Én nem akarok nyitott könyv lenni az embereknek. Mi akarsz lenni? Csukott könyv.